Már. Nem mindennapi izgalmak vártak azokra, akik szombat délelőtt a belvárosban, azon belül a Rába partján sétáltak, vagy egyszerűen csak nézelődtek. Patkás Tamás, vagy ahogy mindenki ismeri, Rocky készülődött arra, hogy meghódítsa a folyót. A mozgássérült sportember lábak nélkül vállalkozott arra, hogy hosszában szeli át a Rábát, ami a gyakorlatban egy körülbelül 1 kilométeres erőpróbát jelentett számára. A Petőfi és a Kossuth híd közötti Rába úszásnál sokan szurkoltak Rockynak. Nyílt vízen már nagyon sokat úszott, átúszta a Balatont, az Adria-tengeren is úszott, és egyébként egy fantasztikus ember, fantasztikus sportoló, aki nagyon lelkiismeretesen úszik minden nap, és készül az ilyen és hasonló rendezvényekre, amiatt, hogy a sorstársainak megmutassa, hogy azután is van élet, hogy ha ilyen baleset történik, mint ami vele is történt, láb nélkül is, vagy fogyatékossággal is van élet. A sportembert motorcsónakok barátai és a mozgás korlátozottak Győr-Moson-Sopron megyei egyesületet támogatták és kísérték a vízen. Aggodalomra nem volt semmi ok, mivel korábban a Balatont is többször úszta már át, és az Adriai tengernek is nekivágott, sok más kihívása mellett a Rocky becenévre hallgató úszó, akiért barátai is szorítottak. Én is, mint sportember, attól függetlenül én is érüléssel élek. Én ezt tudom értékelni, mivel hogy a sport az fizikálisan és mentálisan is karbantartja. Nem csak a sérült embert, hanem mindenkit karbantartaná természetesen, ha mindenki sportolna valamit. Bármelyik pillanatban alakulhat úgy az életünk, hogy megváltozik a testünk, de ettől még ugyanolyan emberek maradunk, mondja az úszó, és pontosan így is éli életét. Annak ellenére, hogy egy vonatbaleset során elveszítette mindkét lábát, rengeteg ereje van. Nem csak fizikai, de lelki ereje is, amiből adni szeretne másoknak. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy tulajdonképpen egy ilyen súlyos sérülés, ami velem történt, ez a vonatbaleset, ahol elvesztettem a lábaimat, ezután is van élet, és a sportban, a napi életben meg lehet találni azt az örömöt, ami úgy előre viszi az embert, vagy élhetővé teszi azt az életet, amit ezután él. És úgy szeretném hát az egészséges emberek felé is úgymond mutatni, vagy közölni ezt, hogy hát nem vagyunk annyival másabbak, és ez bárkivel megtörténhet. Kevés az igazi példakép, akiből mindannyian erőt meríthetünk, és gyakran egy baleset vagy trauma ébreszt rá sokunkat, hogy miért és hogyan is érdemes élni. Patkás Tamás azok egyike, akik élvezik és hisznek is az élet szépségében. Azt is elárulta, a következő állomása a 6 kilométeres Velencei tó lesz, de még a nyáron a Balatont is átussza, immár harmadszor.